50 meccses sorozatban veretlenül megvívni bármelyik bajnokság bármelyik osztályában megsüvegelendő teljesítménynek számít. A balkányiak az elmúlt szezont a megyei másodosztályban 29 győzelemmel és egy döntetlennel zárták, majd a megyei első osztályban 14 győzelemmel és 5 döntetlennel várták a legutóbbi fordulót, amelyben a második helyezett Tiszavasvárj otthonában lépett pályára Mirgai László együttese. A jubileumhoz elég lett volna egy döntetlen is, a vendégek azonban a gólövű vezető Igor Bogdanovics három találatának köszönhetően 3-2-re megnyerték a mérkőzést. Minden edző álma ez, hogy egy ilyen sorozatot véghez vigyen. Én nagyon büszke vagyok a játékosaimra, mert hát azért én sem gondoltam volna. Azért itt látszik, hogy, hogy a, a fiatalok, illetve 80 a főiskolás és egyetemista, nagyon jó mentalitású gyerekek, nagyon intelligensek, és azt gondolom, hogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy ilyen hosszú sorozatot tudtunk véghez vinni. Illetve hát azt is el kell mondanom, hogy kellenek ilyen ö, profi futballisták, mint Igor, Hortó, ö, Vazzoli, akiknek a mentalitásukkal a fiatalokat húzták maguk után végig, és, és hát tényleg tele vagyok nyerő típusú és, és ez így amatőr szinten borzasztó nagy előny. A megyei első osztály tabelláját a Balkány vezető 50 ponttal, megelőzve az egy meccsel kevesebbet játszó 35 pontos rakamaszt és az egy meccsel többet játszó szintén 35 pontos tiszavasvárit. Mirgai László együttese gyakorlatilag már bajnoknak érezheti magát, és készülhet az NB 3 ba jutásról döntő osztályozóra. Addig nem lehet ezt kimondani, amíg matematikailag is nincs meg ez a bajnoki cím, de azon leszünk, hogy ez minél hamarabb megtörténjen. Továbbra sem állunk le, szeretnénk ezt a, ezt a hosszú veretlenségi sorozatot még tovább nyújtani, aztán hogy meddig tudjuk, nem tudom. És hát természetesen valahol már felvetődött az, hogy mi lesz, hogyha megnyerjük. Még kérdőjelek vannak, hiszen az új stadionunk csak jövőre épül, meg ha minden igaz, de már nagyon előre haladott állapotban vannak a. a tárgyalások is, kivitelezővel is már meg van állapodva. Na most úgy nekivágni egy MB3-nak, hogyha az osztályzót megnyernénk, mert ugye még nem nyertük meg, meg még nem jutottunk rá odáig, de ha oda, oda kerülnénk, akkor azt gondolom, hogy át kell gondolni, hogy minden meccset idegenbe játszani egy ilyen félprofi bajnokságba, azért az hát nagyon nehéz lenne. Viszont, hogyha jövőre nekivágnánk és megint meg tudnánk nyerni a bajnokságot, és már az új stadionunk készen lenne, akkor azt hiszem, hogy akkor nem lenne semmi akadálya. A Balkány vasárnap a mándokot fogadja. A forduló további párosítása a következő, Nyírgyulaj, Tiszavasvári, Vásáros Namin Rakamaz, Nagyecse Gyulaháza, Fehérgyarmat, Tuzsér, Ibrány Mátészalka és Sényű Nagyhalász.